Napközis tábort hirdetett a Gárdonyi Géza Művelődési Ház, melyre a gyerekek 6 éves kortól 12 éves korig jelentkezhetnek. Az általános iskolások a dia és rajzfilmvetítés, kézműves foglalkozások, csapatjátékok és túra is várja január 2-től 6 -ig. A tábor önköltséges, jelentkezni rá a Művelődési Ház honlapján lehet. A Gárdonyi a téli szünetben zárva tart, de a Budai úti könyvtár hétköznapokon a téli szünetben is várja olvasóit. Tábort a Kiskút Teniszklub is szervez az új év első hetére. Ebben a napközis táborban teniszezni és korcsolyázni tudnak majd a gyerekek. A jelentkezéseket december 28-áig várják a szervezők. A Vörös Marti Színházban december végéig szinte minden nap lesz előadás. Műsoron lesz a bitlis.hu, a padlás, a dolgok, amikért érdemes élni, az adás hiba a fém és a bőing-bőing. Érdemes kihasználni a lehetőséget, mert januártól tavaszig a teátrum zárva tart. A Beretség moziban az ünnepi időszakban karácsonyi filmeket vetítenek, családi mozi Szenteste napján 13 órakor és 15 órakor is kezdődik, és a két ünnep között is lesz műsor, meg lehet nézni például az átjáróház című fantasztikus vígjátékot, vagy a Szia Életem című filmet.